Az 1922-ben avatott Megyeri úti stadion sportszerűsített mai változata. Sok-sok nagy csata színhelye, amelyhez szép emlékek kötik, válogatott mérkőzések diadalai kapcsán is a szurkolókat. Hiszem nem tudok, ha azt mondom, hogy egyesületünket mindig a labdarúgós hatosztály jó vagy rossz szereplését jelezte. Amikor jól szerepeltünk, akkor nem csak az egyesületünknek, hanem a lilafehér színeknek és a drukkeroknak is sok örömet tudtunk szerezni. Ha például a 30-as évekre gondolok vissza, sok világnagyság, hatalmas nagy nevek voltak, gondolok a Fogliakra, Jávor, Tészabó. 20 ezer néző előtt mérkőzött Újpest és a Ferencváros csapata a bajnokságért. Az izgalmas küzdelem az újpestiek 3-2 arányú megérdemelt győzelmével végződött. Újpest csapata ezzel nem csak a mérkőzést, hanem emberi számítás szerint a bajnokságot is megnyerte. Kimagasló konkrét eredmény az volt talán, hogy 1930-ban megnyerték a genfi tornát, ahol a 10 Európa legjobb csapata vett részt, és ebben az Újpest lett az első. Utána a háború alatt kialakult szintén egy kitűnő labdarúgó csapatunk, ahol Zsengellér, Balogh-Bonzó, Stemberg, Utó, Ádám Sanyi, és már jó magam is, mint ifi játékos szerepeltem. Majd a háború után, talán mondhatom azt, hogy a Ferencek következtében is jó előkészített csapatunk a 45-46-47-es időszak, amikor négyszer egymás után bajnokságot nyert a csapat, és nem csak hazavannak, hanem külföldi vonatkozásban is a legjobbak közé számított. 15 ezer néző szorongott az Újpest Bázel mérkőzésen. Első gólt Várnai lőtt a 14. percben. Bázel többször is elszaladja a jó alkalmakat. Egymás után ér a labda bázeliek hálójában. A magyar csapat 5-0-ra győz. A második periódus pedig 65 után, talán 77-ig, amikor szintén 5 vagy 6 bajnokságot nyert a csapat, volt amikor zsinórban, volt amikor megszakításokkal, de ezek a periódusok azok, amikor hát kimagas eredményekről lehetett. Meg kell említeni Görös, Teneferikét, Solymosi Pixi, és még most ebben a pillanatban talán nehéz mindenkit felsorolni. Hadd folytassam Szuszafehi barátom felsorolását. Ne feledkezzünk el olyan tőzgyökeres lilafehér labdarúgókról, hogy csak néhányat említsek, mint Várhidi, Rajna, Sóvári, később Fazekas, Dunai, Zámbú, Moskó, azután Tóth József, Fekete és Tóth András, a maiak közül Kovács József, Törőcsik, Kardos. A Dózsa szurkoló, a Dózsa játékos, és a Dózsa vezetőinek mindig az volt a célkitűzése, hogy ezt a csapatot valamikor réges-régen nagyjá tették a régiót, kötelességünk ezt a jó hírnevet, ezt a nagyságot továbbvinni, és biztos vagyok benne, hogy a jövő éppen olyan szép lesz, mint amilyen a múlt volt.